Köszöntjük a kedves nézőnket, ez az ETAP című műsorunk első adása. A mai vendégünk Molnár Ferenc rally versenyző. Sziasztok, köszönöm a lehetőséget. Molnár Feri vagyok, Salgótarjánban élek. Családapa és vállalkozó vagyok, és 11 néhány éve zsigulizunk. Köszönet Kovács Tibor Kafacsnak, az autóim és az autóim motorjainak építéséért és folyamatos karbantartásáért, Hársi Tomikának pedig a szervizmunkákért. Köszönöm nektek! Mégis hogy csöppentél bele te abba az autósportba? Hogy ismerted meg ennek a világát? Igazándiból versenyen nem jártam, csak nagyon ritkán, de mindig nagyon vonzottak ezek az épített autók, a sebességük, a teljesítményük, a kinézetük, úgy az egész feeling miatt. És egy barátunkkal egyszer elmentünk Őrhalomba egy körversenyre télen, ahol elérhetővé vált anyagilag, úgy tűnt, hogy elérhető egy zsiguli. És ezen belelkesülve indult el a dolog. Azt a kocsit, amit ott kinéztünk, azt nem tudtuk megvenni, de elkezdtünk építeni. 37 éves voltam, nagyon későn kerültem bele ebbe a sportba, de a tűz elég nagy volt ahhoz, hogy jó lendületet vegyünk, és mert végül is itt kezdődött. Akkor mondhatjuk, hogy lényegében 37 éves korodig te nem is ültél versenyautóban? Soha nem ültem versenyautóban, még csak a lehetősége sem volt meg. Milyen lépcsőfokokon mentél keresztül, milyen autókban ültél, milyen autók voltak a tulajdonodban? Gondolok itt a rally túrától kezdve a Marbon keresztül, az Oti Sprintekig, akár a hókocsizásokhoz is kellett autó. Szerencsénk volt, mert akkoriban még sok verseny volt a környékünkön. Borza Gyula segítségével megszereztem az első kocsimat, az FY-os VFT-est, és ezzel még ás jelleggel elindultunk rally túrába, meg a környező sprinteken. Tudtunk még menni annak idején szinte húsfolyosó Salgó rallin, és onnan indult el valahogy, hogy itt mindenki a környékünkön a hóba autózni járt, vettünk mellé egy 40 ezer forintos hókocsinak való zsigulit. Azt faragtuk, és szépen lassan, ahogy a rutin gyűlt, meg a kilométerek, így csöppentünk bele végül is a versenyzésbe. Amiről azt gondoltuk először, hogy a pályaszéléről is nézve, amit mondom, ritkán tettük meg, hogy eredményesebb lesz, hiszen volt egy nagyon erős utcai tempó, amit áruterítőként az utcán szereztünk rutinot, de el kell, hogy mondjam mindenkinek, nem az utcán kell megmutatni, hogy az ember mit tud, mert a versenyzés az egy teljesen más dolog. Tehát amikor az utcán két lábbal az ember tapossa a féket az utcai úton, itt a versenyautóban olyankor még, ha jó esetben még egyet felkapcsolunk. Aki versenyezni szeretne, vagy olyan szinten szeretné megmutatni magát, az inkább tényleg egy épített autóban, egy zárt körülmény, zárt pályás helyen próbálkozzon, mert teljesen más, mint egy utcai dolog. Teljesen. Így is megvannak a veszélyei, de legalább másokat nem veszélyeztetve lehet ezt őzni. Említetted ugye az FY-t, rajta kívül milyen autókkal versenyeztél, milyen autóid voltak? Több kocsim volt. Jó esetben mindig beleszerettem egyre, megvettem, aztán rájöttem, hogy három sok, mit csináljak vele, mindig eladtam egyet, és így vendorolt nálam több autó, de amik ugye az igazán a szívemhez nőttek, tényleg az FY-os, utána jött a piros, a BDS rendszámú piros zsiguli. Hozzá rengeteg élmény fűződik, mert az éjszakáktól kezdve a hegyi versenyes csúszás-mászások, így mindent azzal követtünk el leginkább.
Aztán ugye széles kocsi lett mindegyikből, mert Lopatovszky Otto jó barátom rábeszélt, hogy csak az a masina, és azért hagytam magam befolyásolni, mert nagyon sok oldalsó kétkerekes képünk volt, ahol beragadt a gumi, és ilyen borulás határól fordultunk el egy-egy visszafordítóba, úgyhogy VFTS lett szinte mindegyikből. Teljesen mindegy szerintem, hogy keskeny vagy széles az autó, de a VFTS mégis tényleg egy kicsit masinásabb, Oti szavaival élve. És akkor jött mellé ez a VFTS, amivel most megyünk. Ő például téli kocsinak vettük meg, nagyon vastagon le van alvánszvédőzve, de a sok becsmérlő szó, hogy ez már egy szétnyűjt karosszéria, hiszen az egyszer tetején csúszott be a régi gazdájánál a célba. Ebből már nem lesz versenykocsi, és bizonyítási vágyat éreztünk, hogy ebből is legyen versenyautó. Aztán szerencsére volt nálam a hógolyó is, azt is mi építettük meg, azzal is most versenyezik egy fiatal tehetség. Szerencsére hozzám került a Bacsatominak az autója, a körlámpás csoda, őt annyira nem szerettem meg, de most Magyarorsi Zolinál nagyon jó helyen van. És szerencsére nálam van most Fockó Ákosnak a bajnok autója, amivel terveztünk idén egy Rally 2-es szezont, de az első Eger verseny előtt sajnos egészségügyi problémák miatt, egy műtét miatt nem tudtunk elindulni, és egy idegen autóval nem akartunk még vadidegen környezetbe menni, mert féltettük meg, hogy baj legyen. Úgyhogy ezek a kocsik vannak nálam, jelen pillanatban 3 autóm van, és most is épp folyamatosan azon gondolok, hogy eladjam, ne adjam, melyiket, hogy legyen, de most egyenlőre átépítésen gondolkodunk. Miféle átépítésen? Az első VFTS-hez már megvan véve egy Honda motor, egy S2000-es motor, és most úgy tűnik, hogy Baskó Norbi segítségével föl lesz építve a Honda motorosként egy P13-as VFTS az első kocsimból. Akkor jövőre nem fockóféle Rally 2, hanem P13-féle Honda motor? Hát mindig az adott lehetőséget mérlegelve megyünk. Szintén Lacival megbeszélve, hogy épp mikor mi történjen körülöttünk. Az igazság ahhoz hozzátartozik, hogy nem vártunk, tehát mikor előkezdtük ezt az egészet, akkor láttuk azt, hogy mennyi pénz, meg mennyi idő van erre a sportra, és nem vártuk azt, hogy ilyen teljesítmények ki tudnak jönni ennyi idősen, meg ilyen kevés kilométerrel. Ezért a tervek mindig azok voltak, hogy a környékbeli, utána 100 kilométeren belüli versenyen, ahol sok a néző, vagy amik jobbak a pályák, azokból válogattunk magunknak, meg nyilván a költségvetése is fontos volt. Úgyhogy akár Rally 1, akár Rally 2, ahol lehetőségünk volt a környéken, ott megpróbáltunk elindulni. Volt úgy, hogy az időt nézve, volt úgy, hogy a nézőknek. Ami messzebbre mentünk el eddig, az a Barum Rally, ahol most már szerintem 6. éve jelen vagyunk, de ott is aki hallott már róla, tudja, hogy rettenetesen sok ember van a prológon, az Limbel városában. Azt elfelejtettem hozzátenni az elejéhez, tehát nem vártunk ettől a sporttól ekkora teljesítményt. Külön öröm, hogy a nézőknek kedvencei lehetünk, és ezért, mivel nem vártunk ekkora eredményeket tőle, ezért nem is gondolkoztunk soha teljes szezonnak a leautózásában, sem Rally 2-ben, sem Rally 1-ben, hanem a közelünkben lévő adott versenyekre koncentrálva. Szinte örömből, jókedvből próbálunk meg csak versenyt választani. Milyen volt az első barútok, hogy értétek meg? Hajnalba utaztunk, platón aludtunk. Olyan szállásból, hogy nem tudtuk, hogy rágdőle a faház. De minden mellett akkora élmény, hogy az nem lehet elmondani. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon szeretnek kint bennünket a nézők. Ezek a visszajelzéseket kapjuk folyamatosan. Csak utcai gumival mentünk, kizárólag utcai gumival.
Zlín belvárosában le van zárva, azt hiszem egy ilyen 4-5 kilométeres kör, ezen lehet menni háromszor, ami volt, amikor 6-szor mentünk, vagy amíg volt a hátán gumi. Nem szóltak érte sose, tavaly nem mentünk, mert több problémánk volt, elfoglaltság és egyéb miatt. Tavaly előtt a Covid nem mentünk, azelőtt kizártak bennünket, mert szabálytalanok voltunk a prólogon is, kétszer is, és ennek ellenére megengedték, hogy másnap mehessünk egy gyorsot, és ennek ellenére idén megkerestek bennünket, hogy nem neveztünk, szeretnénk-e menni. Hát azt gondolom, hogy Magyarországon egy ilyen dologgal sosem találkoztunk még, és itt megkerestek bennünket, és nevezési zárlat után az ottani egyik cseh rendező a saját egyesületével nevezési zárlaton kívül lenevezett bennünket. Nincs rá mit mondani. Összeszorult a torkunk, összepakoltunk és mentünk. Milyen különbségeket és hasonlóságokat vettetek észre, amikor kint versenyeztetek a Barumon, vagy amikor itthon egy Nyíregyházát, vagy egy első osztályú versenyt? Mi általában megtaláljuk mindenhol az örömünket, mert alkalmazkodunk mindig ahhoz, ami van, hogyha egy Rally 2-es megmérettetésen, mert oda van licenszünk, ha ott kell mennünk, akkor abba próbálunk meg helytállni, hogyha ha Zlín belvárosába csúszkálunk, akkor abban. Nagyon ritka az, amikor egy pilóta ennyi ideig egyetlen egy navigátorral megy. Ti már a kezdetektől fogva együtt mentek, igaz? Tímár Zsolti, Kikiny, Kozma Peti, és aztán jött Cinega Laci. Jól megvagyunk Lacival. Visszafog, amikor hülye vagyok. Mérsékel, amikor sok lenne. Aztán jól megvagyunk együtt. Honnan jött nektek ez az egész úgymond drift drive, ez az Otis Sprint? Ahogy elindult ez az autóépítés, és akkor annak idején egyszerre többen mentünk bele ebbe a dologba, és azt kell mondjam, hogy egy baráti társaság alakult ki belőle, itt Oti, Mócsány Zsolti, sajnos nincs közünk Berta Jóci, meg tudnék meg itt neveket említeni, Fidóé, és ez a társaság ez úgy vevő volt mindenre. Tehát az, hogy hókocsisztunk reggelig, vagy pedig éjszaka randolíroztunkként, vagy pedig akár legyen egy driftrájkos délutáni bulizás, mindenben benne voltak, és a driftrájkot a tévéből láttuk meg a YouTube-ról, meg innen, és kedvünk támadt kipróbálni. Aztán húzogattuk fel egymást kötélen kocsival a dombra, és jöttünk le fejé fék nélkül, ész nélkül, salgói dombokról, meg innen-onnan. Szerencsére nem történt baleset, mert ugye ezzel nincsen fék. És ez a társaság vevő volt mindenre, és köszönöm a sorsnak tényleg, hogy ilyen emberek között lehettünk, mert tényleg nagyon nagy brigád volt. Nagyon nagy brigád volt. És ez a hókocsizás, ez hogy szokott kinézni? Hát nem mondhatok el nyilván mindent, de összeverődünk és megpróbáljuk a lehető legbiztonságosabb keretek között megtesztelni a havasutat. Hasonlítsuk össze azokat a jó 90-es éveket a mostani évekkel, hogy mennyivel volt másabb régen versenyezni, vagy mennyivel másabb most versenyezni. Gondolok én itt akár egy szervizpark hangulatra, egy tiltott pályabejárásra, ugye, amit senki nem csinál. Hát nagy különbséget inkább a saját hozzáállásunkba veszünk észre, mert régen, amikor még kevés verseny, az elején voltunk, nem ismert úgy senki bennünket nyilván.
előfutni, ha mész, vagy versenyezni, vagy többet izgultunk azon, hogy mi történik, mint ami ténylegesen meg is történhetett. Hát mostanában egy kicsit, hogy több ilyen versenyen voltunk már, azért nyilván, hogy a vizsgadruk lejjebb ment. Tudjuk körülbelül, hogy mire számíthatunk szervizparkban versenyzőtársakkal. Én azt gondolom, hogy nyilván, mint a közéletben legalább annyi problémája vagy barátja van nyilván a szervizparkban és az embereknek. Én azt gondolom, hogy a haragot nyilván nem keresni senkivel, jó kapcsolatom van, úgy gondolom, nagyon-nagyon sok versenyzőtársam, az ország bármely pontjáról hívjuk egymást. Ez egy nagyon szívmelengető érzés. Ezekkel az emberekkel a szervizparkban is jók vagy jól vagyunk. Az, hogy elmegyünk egy versenyre, mindig megpróbálunk alkalmazkodni ahhoz, amit kapunk. Tehát jó vendégek vagyunk általában, jó fizető vendégek vagyunk általában a versenyen. Ha előfutni megyünk, megkönnyebbült érzés, nem kell annyi szabályt betartani időellenőrzőkbe, vagy bárhol. Ha versenyezni megyünk, akkor nagyon oda kell figyelni minden egyes másodpercre, minden egyes sarokpontra. Nagyon jó dolog ez, azt gondolom, úgyhogy mi mindig megpróbálunk maximálisan pontosak lenni, meg azért, amiért fizettünk végül is, meg amiért a nézők oda menni az élményért csinálni a hobbinkat. Ti már jelen voltatok a mostani korszak előtt is, gondolok erre a 8 évre, ahol Olágy Árpás volt az elnök. Vettetek észre valami különbséget? Javulást, romlást? Nem foglalkoztunk vele mi ezekben a dolgokban, nem. Tehát én versenyrendezőkkel általában jó viszonyban vagyok. Kölcsönös oda-vissza segítségnyújtás minden egyes esetben megtörtént elsőszóra. Én nem tapasztaltam semmi nehézséget. Tehát, hogyha most csúszott egy gyors, akkor csúszik. Hogyha lemaradt egy gyors, akkor lemaradt. Mindig, amit kaptunk, azt megköszöntük, és ennyi. Az meg, hogy háttérben mi történik, ezzel megpróbálom nem foglalkozni, mert van bőven baj a technikával, meg mindennel. Nekünk ugye az egészben inkább az ATB-nek a kötöttségei okoztak problémát, leginkább az, hogy ha már valamire megkaptuk az autóban a homolókiterjesztést, akkor azt lehet, nem kéne szétszedetni a következőjében. Tehát az, hogy a következetes döntéshozás részükről azt tartom egyedül ebben a rendszerben nagyon fontosnak, mert hiába, hogy több autónk van, de azért mit tudom, egy kész kocsit szétvagdosni, újraépíteni, ez nem fasza. Tehát, hogyha már egyszer egy versenyautó működik, évek óta ugyanaz a kocsi, fényképről, kiterjesztésekről ezt nyilván látni lehet, akkor már inkább hagyd maradjon, én inkább ezt gondolnám. Tehát ezek okoztak nekünk egyedül nehézségeket. Itt vannak, meg lehet látni az autón, ott vannak a lugak, direkt úgy hagytam, mert ezen polikarbonát szegecselve volt, és be kellett tenni a helyére. Nem értek vele egyet, mert hogyha bejön egy faág, azt úgy benyomja, mint a szar, de meg kellett csinálni, ez a szabály. És régen ezt engedték, most már nem engedik. De miért? Engedték, és most miért nem engedik? Tehát olyan, mintha én a gyerekemnek azt mondom, figyelj, holnaptól nem mehetsz el jógatáborba. Vagy hogyha utána mégis elengeded. Utána mégis elengeded, de mégis elengeded, akkor a gyerek nem tudja, hogy mit csináljon. Ezzel nagyon sokszor így vagyunk mi is, és rettegve várjuk mindig az évelejét, hogy mi lesz az, amit majd szét kell szednünk a kézkocsin. Ez egyetlen nehézségünk az egész háttér bázissal. Mit szólsz ahhoz, hogy Szújó Zoltán legyen Olágy Árpás helyén, és nem tudom, mennyire követed nyomon ezt a sztorit, de elég nagy hangot adnak neki is Facebookon, és nagyon sokan támogatják ezt a váltást. Ezt a dolgot látom, Olágy Árpást életemben egyszer se láttam testközelből. Szújó Zolit most egy mezőkövesdi rendezvényen láttam, kezeltünk, váltottunk pár szót. Mi végignéztük az RTE pusztulását, amikor ennek vége lett. Presztízsből rajta hagytuk a VFTS-en a
RTL matricát minden egyes MNLS gépkönyvezésen véres rongyként tekintettek a kocsolnál emiatt. Úgy gondoljuk, hogy akkor próbáltunk, mert nagyon szerettük az RTL versenysorozatát, Mészáros Iván egy kitűnő ember, mint szakmailag, mint mentálisan. Szerettünk nála versenyezni. Végignéztük a pusztulását, és mivel segíteni nem tudtunk ezen a helyzeten, bármennyire is szerettünk volna, újabb ilyen presztízs harcokba nem fogunk részt venni, én legalábbis nem fogok részt venni, kívülről végignézem, hogy mi történik, és kb. Ennyi. Nem a mi dolgunk. Kicsit kanyarodjunk vissza a Palácsasvári hegyi versenyekhez. Ti is rengeteg hegyi versenyen mentetek. Hogy éltétek ezt meg? Mi csak csúszkálni mentünk, tehát csak a nézőknek. A hegyi verseny jellege egy nagyon jó dolog, biztonságos, mert dupla szalagkorlátok között történik meg, mit tudom én. És itt végre lehet tényleg egy olyat csinálni, hogy homogén a pálya, mivel a hegyi versenynél letakarítják a felhordásokat, és homogén pályán csúszkálni egy ilyen hátsókerekes autóval irdatlan nagy élmény. Általában egy kis rövid szakaszok vannak, sok a néző. Nyáron a nyári rendezvények voltak, mindig a mátrai hegyi felfutók, és nagyon-nagyon-nagyon szerettük. Nagyon szerettük. Gondolom, hogy mindenki pénzhiány, mi egyebekre hivatkozva, vagy a rendezvény rentabilitására hivatkozva nem biztos, hogy megmerik csinálni, vagy nem rendezik meg. Én azt gondolom erről, hogy itt lenne a feladata egy új RSB vezetőnek, vagy egy új olyan vezetőnek, hogy az állam oldaláról teremtse elő ehhez a sporthoz a pénzt, mert a mi részünkről így is elég sok áldozattal jár, mind a nevezési díj, mind az autók felkészítése, előkészítése, nem beszélve gumiárakról, üzemanyagról nem kell bemutatnom. Azt gondolom, hogy a vezetés nagyon-nagyon nagy feladata az lenne, hogy pénzt szerezzen ehhez a sporthoz. Sokat hallani azt is, hogy semmi nem olyan már, mint régen. Legyen szó itt a Barungról, legendről is, hogy régen sokkal jobb volt, sokkal többen voltak. Nem tudom, ti tapasztaltatok ebből, bármit jobb lett volna bármivel is, mint most? Vagy hogy most rosszabb lenne esetleg? Ahány ember van, azt szolgáljuk ki, ha csúszkálni vagyunk. Ha 10 vannak, 10 embernek. 10 embernek örülünk, hogyha 150-en, 150-nek. Nem mondanám, hogy... Szerintem sok ember, aki így nyilatkozik, annak az inkább magában érzem, hogy mit vár az életétől, mert lehet, hogy benne kezd kihalni a tűz. Bennünk még van tűz, 10 embernek ugyanúgy örülünk, mint 150-nek. Kérlek, mesélj nekem a rallis életed legmeghatározóbb élményeiről, mind pozitív, mind negatív. Hát napokig lehetne mesélni. Nyilván az adrenalin, a társaság, akik ebben részt vesznek, barátok, ismerősök, tehát itt legtöbbször fülig ér a szánk, ha nincs baleset. De talán az egyik legmegmosolyogtatóbb dolog, meg a legszívszorítóbb dolog az velünk a Parádi hegyi versenyen történt, amikor a verseny végén jöttek lefelé a nézők, és oda jön egy apuka a kisfiával, aki azt mondja, hogy megsirattuk a kisfiát. Már kezdtünk megijedni, hogy mi történt, követ dobott fel az autó, vagy mi történt, és akkor elkezdni mondani, hogy hát amikor elmentetek az utolsó gyorsan fölfelé, akkor elment utánátok a rescue. Ez azt jelenti, hogy vagy esés, vagy műszaki igen. probléma, és fölnéz a kisfia az apjára, és azt mondja, apa, ugye nem a Molnár Feri. Ez úgy összeszorítja a torkunkat akármikor beszélünk róla. Igen. De egyébként nagyon sok élményünk van. A rendőri igazoltatásokról is sztorikat tudnánk írni, sőt könyvet írni. Itt a jó és a rossz hozzáállásról vegyesen, részünkről és részükről. De ez tényleg, aki ebbe a sportban van, az tudja, hogy itt akár a hobbiskodás, akár a zárt körülmények közötti versenyzés, itt minden nagyon komoly élményekkel jár. Azt szokták mondani, hogy ha nem estél még versenyautóval, akkor nem mész elég gyorsan, már pedig ti elég gyorsan mentek. Mi volt a legnagyobb esésetek? 3 nagyobb volt. Rögtön Bonyákkal itt egy murvás úton egy tetőt az első épített zsigulimmal. Egész télen vigyáztunk a kocsira, bent ápolgattuk, a garázsba törölgettük, első útján tetőre került.
Aztán Tímár Zsoltival neki mentünk Ózdon a betonfalnak, az durva volt, egy ilyen 70-nel frontálisan a betonfalnak mentünk neki. Aztán pedig ez az autó, amikor kész lett, sose felejtem el, még itt csavarozgattuk rá a szélesítéseket, aztán éjszaka kivittük megnézni, hogy milyen. 30-40 barát volt körülbelül velünk, benne álltak a korlát mögött. Oti és Simony Csabi az optimális kanyartól, az optimális féktávol állva ültek a kocsiban, és megjegyezték, hogy figyelj, már fékeznie kellett volna. Mikor ugyanis elsomantunk mellettük. Kicsit benéztem a féktávot, és szerintem olyan 80 km/h csapottunk neki a korlátnak, ahol olyan 30 ismerős állt, olyan helyen, hogy volt egy méteres perem a szalagkorlát mögött, és így lenézel, csipkebokor, kökény. Ha valaki azt mondta volna nappal a fényben, hogy ott menj le, mondta, nem. Tigris bukfencben mentek lefelé az emberek. Többek között Szilegy Alaci barátom is. Úgyhogy ez volt a harmadik, és még egy eszembe jutott, amikor sajnos Otival összeütköztünk a Mátrában. Ott egyik kocsinak az elejét, a másik kocsinak a hátát kellett levágni, meg varni mindannyiunkat itt-ott. Az már a bőrünket. Akkor volt ez. Ez a négy volt, hála jó Istennek, mindet ébbőrrel megúsztuk, nagyobb probléma nélkül. Hogyan tervezitek a jövő éveket? Hogy néz ki a jövő képetek? Hát évelején el fogjuk dönteni, hogy az 1.6-os Kassa-Zoli féle autóval menjünk el Ali-2-be, vagy menjünk csúszkálni először a Zsigulival valahol Just for Fun-ba, vagy az építendő Honda motorossal elmenjünk egy Rally-1-be. Ezt majd Lacival eldöntjük, több lehetőségünk van szerencsére, és ezek közül fogunk majd valamit kiválasztani. Az is lehet, hogy ugyanígy marad, a közeli kedvenc pályákon és versenyeken, megrendezett versenyeken indulunk valahol. Köszönöm szépen, Feri, hogy itt voltál velünk, kívánunk még neked sok balesetmentes kilométert, és köszönjük szépen a nézőknek is, hogy itt voltak velünk, találkozunk legközelebb. Köszönöm én is a lehetőséget, Dani, Krisztián, köszönöm nektek a lehetőséget, és a nézőknek pedig reméljük, hogy még sokáig tudunk nagyon sok örömet okozni. Mennyire menjek, mélyre menően? Hogy hány éves vagyok, vagy bármit? Mennyire menjek? Szerintem a korodra feltétlenül nem kell kitérni, nem csak azért, mert sok.